legismertebb antibiotikumot, a penicillint 1928-ban fedezte fel Alexander Fleming. Ennek a gyógyszernek köszönhető, hogy ma már sokkal kevesebben halnak meg bakteriális fertőzésekben, mint 100 éve. Az antibiotikumok működési elve nagyon egyszerű. A szervezetbe jutva szőnyegbombázásszerűen elpusztítják az útjukba kerülő baktériumokat, végül az immunrendszer is beáll a küzdelembe, és közösen gyógyítják meg a szervezetet. A 40-es évektől sorozatgyártással kerülő antibiotikumnak köszönhetően ma számos korábban halálosnak számító betegséget tudunk kezelni. Azonban az antibiotikumok nem válogatnak és kiirtják az emésztőrendszerünkben található jótékony baktériumokat is. Ezzel jelentősen legyengítik a bélflórát. Ilyenkor a gyógyszer mellé 4-6 óra elteltével probiotikumot is érdemes szednünk, ami a szervezet számára jótékony baktériumokat tartalmaz és visszaépíti a természetes bélflórát. Az antibiotikumok elterjedése egy másik nem várt, jóval nagyobb veszélyt is rejt magában. Az antibiotikumnak ellenálló úgynevezett rezisztens, sőt a csak nem kiirthatatlan multirezisztens baktériumok kialakulását. Miközben egyre több antibiotikumot szed az emberiség, a baktériumok egyre kevésbé érzékenyek rájuk. Így már nem pusztulnak el a korábban hatásos gyógyszerektől, hanem tovább szaporodnak, egyre erősebbé válva. Mivel a baktériumok szaporodása gyors folyamat, nagyon hamar ki tudnak alakulni olyan rezisztens baktériumok, amelyek már szinte semmilyen antibiotikumra nem érzékenyek. Csak Európában több mint 30 ezeren halnak meg évente gyógyszereknek ellenálló fertőzések miatt. Így napjaink egyik legnagyobb orvostudományi kihívása az, hogy megoldást találjunk a baktériumok multirezisztenciájára. Addig is az antibiotikumok hatékonyságának megőrzése mindannyiunk felelőssége. Az EU és a WHO is kidolgozott stratégiákat a rezisztencia terjedésének visszaszorítására, mégis a legtöbbet mi magunk tehetünk ellene. A legfontosabb, hogy mielőtt antibiotikum kúrába kezdünk, mindig konzultáljunk házi orvosunkkal. Az antibiotikum kúra vírusos fertőzés ellen hasztalan, ezért ne várjuk, hogy az orvosunk például egyszerű nátha esetén is ilyet írjon fel. Ha viszont egyszer egy kúrát elkezdtünk, mindenképp csináljuk végig, akkor is, ha a tünetek már elmúltak. A lerövidített kezeléssel pont az ellenálló baktériumok szaporodását és a rezisztencia kialakulását segítjük elő. Ugyanezért nem szabad maradék vagy mástól kapott, esetleg másfajta fertőzésre szánt antibiotikumot sem beszedni. A rezisztens baktériumok terjedése odáig vezethet, hogy az emberiségnek kiirthatatlan szuperbaktériumokkal kell szembenéznie. Ha ez megtörténik, tulajdonképpen visszatérünk az antibiotikum előtti korba, és veszélybe kerülhet nem csak a szervátültetés vagy a kemoterápia, de egy egyszerű sebfertőzésbe is könnyen belehalhatunk. De talán nincs minden veszve. Úgy tűnik, hogy egy különleges génmanipulációs eljárás, a CRISPR, megoldást jelenthet a multirezisztens baktériumok ellen. Ezt a módszert már a tudomány számos területén alkalmazzák. Addig is óvatosan az antibiotikumokkal. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le az újabb részekről sem.